A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kuflik gondtalanul heverészte kupacuk napsütötte tetején. Esni fog, állapította meg Béla bá. Ugyan már? Legyintettek a többiek. Végül Béla bának lett igaza. Csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki a felhők fölé. Biztos véget ér nem sokára ez az eső, gondolták bizakodva. De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abba hagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra lőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett akár egy hatalmas tó. A kupac pedig mint egy magányos sziget a tó közepén. Mi lesz így velünk? Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik. Volt is ok az aggodalomra. A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Béla bá üregét öntött el, utána zödönét, és fityircét is. Aztán meg olyan szegény Hildáit. Igen ám, de délutára Titus és Valér üregébe is befolyt a víz. Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik pofánkának. Ekkor már csak egy egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal, pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Titusé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Bélabáé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg. Nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején titelegve. Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda. Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak. Jaj, nekünk, siránkozott Fityirc, hiszen nem is tudunk úszni. Nem is kell, mutatott ekkor a vízre Titus. Evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót. Rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők. Hová, hová, cimborák! Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Új kupacot keresünk magunknak, válaszolta neki Titus. A régi teljesen elárasztotta a víz. Tudhatátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten, mondta a vízipatkány. Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt! A kuflik értetlenül bámultak rá. Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból. És akkor hip-hop, eltűnik a víz, magyarázta a patkány. Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik. Ha látott, ha nem, nincs mit tenni. Vele kell tartanunk, mondta meg a vállát Titus. Így is tettek. A patkány kis csónakával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan nevezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni. Hoppá! Kiáltott fel egyszer csak a patkány. Alig, hanem megérkeztünk. És most mi lesz? Kérdezte óvatosan Fityirc. Mi lenne? Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki. Mindenki zödörre pillantott. És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz. Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. Háromra kezdhetitek. Egy, kettő, három. A kuflik teljes erőből nekiveselkedtek. Megmenekültünk, éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Ó, bocsi!
Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok. Lesz mit takarítanunk? Nézett körbe Hilda a kupac tetejéről. A kuflik kihorták elázott holmiaikat a kufli üregekből. Béla bálmójrágta nyakkendőit, Zödön a szotyolahéjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukac mintás sejemlegyezőjét, Hilda a vicces színű művirágait, Titus a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyeben nem volt. Vagy mégis? Mindent kiraktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a napmelege. Minden olyan, mint reggel, csak mégsem, állapította meg Pofánka. Meg mi egyéb? Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Fú, lehet, hogy ezt álmodom. Vagy tényleg csónakban ülök. Némely reggeleken nagyon szép az elhagyatott rét, finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityirc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Hé, ki az? Fityirc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te is itt vagy, Pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam is a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Vagy talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Nyomás, innen! Ti vagytok azok. Csak Zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van velem valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Valér és Titus? Te meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha nekem jönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet. Ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titus keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak.
Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődalt? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Hívom önült a kakas! Toll a tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd tete fenekelve! Jó reggel! Brummog a medve! Te kár, hogy nincsen bereked! Jó reggel! Tátog a csuka! Némán beszél! Jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjön a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd. A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztő dal a felhők számára. Mert hét alvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is! Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Oda integettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Csak vicceltem. Igazából sosem hittem a repülőcsészék létezésében. Tengerre kuflik! Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rossz kedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réte. Ugyan, dehogy! Ez csak egy aféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Délabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok! Kiáltották erre a többiek, és azon mód Délabáék után szögtécseltük. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikszakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Oda nézzetek! Egy igazi tó! Kiáltott fel Pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Bámult hunyorogva a távolba Titusz. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább locskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityirc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy mi csodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat. Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak.
egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még fityérc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titusz és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok. Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos. Mondta Titusz. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó. Itt sincs hajó. Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvásztettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba. Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatkány néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csárjék mögött. Ez tökéletes kalóz, ha jó lenne. Kezdődhet a csata! Egy képzeletbeli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolta Béla bá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli zsigolyt, és a cápa felé hajította. Remek célzás! A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápa sülthöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli sültel, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni. Mondta Titusz. Így is tette. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba, egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét vesztett, mégis roppant vidám kalóz. Éj, egy kicsit ágyingerém van. Álmomban kalózok csatáztak körülöttem. A kuflik a föld alatt. Egy napon, május bárhányadika volt, legfeljebb egy-két nappal korábban, Hilda arra ébredt, hogy aznap muszáj hernyó tökmagot ültetni. Végre! Sóhajtott Hilda, és gyorsan megkereste Zödönt. Igen ám, csak hogy a hernyó tökmagját legalább 20 nyulláb mélyen kell elültetni, ha azt akarjuk, hogy rendesen kifejlődjön. Szia, Zödön! Nem segítenél hernyótök magot ültetni? Kérdezte Hilda. Dehogy nem. Bólintott Zödön, aki ritkán tudott nemet mondani, ha megkérték valamire. Azzal neki láttak. Szerintem ássuk ide. Lássuk csak. Mondta Zödön, és ásni kezdett. És ásott, és ásott, és ásott. Jaj, mit tettél? Kiáltott le Hilda a gödörbe. A hangra a többi kufli is oda sereglett.
Mi volt ez? Zödön elülteti a hernyótök magjaimat, de történt valami oda. Bonjour, te meg ki vagy kérlek? Kérdezte egy furcsa alak. Zödöm vagyok, Kufli. Hogy tessék, pardon, hogy kicsoda? Zödöm vagyok, Kufli. Heten lakunk Kuflik egy kupacban, oda fent a réten. C'est magnifique, sosem hallottam rólatok. Nos, én Kleofárt vagyok, Manó Teve. Biccentett az idegen. Mi sem hallottunk a Manó Tevékről. Vallotta be Zödöm. Hiába hahózunk, ingatta fejét Titus. Le kell mennünk, hogy megnézzük, mi történt odalent. Ki lesz olyan bátor? Nézett körül Valér. Elnézést. Elkésem, elkésem. Szerintem menjünk mindannyian, Zödöm bajban van. Leugrunk és kész. Így is tettek. Itt vagyunk, Zödöm! Ők még kisudak? Kérdezte csodálkozva a Manó Teve. A barátaim. És megmentjük Zödöt! Ugrott oda harciasan Titus. Ugyan, kitől? Valaki akarja bántani? Mi biztosan nem. Pedig pont ez egyik éléskamránkba esett. Éléskamrába? Nézte körül csodálkozva a Kuflik. Van több is? Szerte szét a fenti füvek alatt? Az elhagyatott rétre gondolsz? Ki így nevezi, ki úgy, vonta meg a vállát Kleofárd, és egy öreg, rongyosra hajtogatott papírlapot vett elő a zsebéből. No, ez itt a birodalmunk térképe. De jó, még strandatok is van, csodálkozott pofánka. Új, kedvetek van megnézni? Igen! A büfét azért próbálhatjátok ki, egészen jók a süteményeink, mondta Kleofárd. Ez a hír felvillanyozta a Kuflikat, elsősorban Zödön. A birodalmatoknak van uralkodója is. Fordult Bélabá Manó Tevéhez. Még csak az kéne? Legyintett Kleofárd. No, mindenünk van. Éléskamráink, strandunk, csúsztánk, húglipályánk. Mi szükségünk volna még egy uralkodóra is? Kuglit ma mondtál? Kérdezett közbe Fityirc. Huglit? Hát hasonlít a kuglira, csak épp rúgni kell a golyókat, nem dobni. Próbáljátok ki ti is. A Kufliknak nem kellett kétszer mondani. A rugli bábuknak Kufli alakja van. Állapította meg Titus. Lehet, hogy pont fordítva, mondta meg a vállát Kleofárd. Juhé! Ekkor Valér véletlenül fejbe találta Hildát egy rugli golyóval. Jaj, a tök magok, folytatnunk kell az ültetést. No, csak óvatosan, mondta a Manó Teve és Hilda kezébe nyomta a térképet. Ebből mindig tudni fogjátok, hol eshetünk biztonsággal. Na jó, de hogyan jutunk vissza a rétre? Gyökérlifttel, mutatott egy ajtóra Kleofárd. Mindent köszönünk! Ugyan, bármikor jöhetek strandolni hozzánk, vagy akármi. Hát ez különös kirándulás volt! Mondta Titus. Azt hiszem, megérkeztünk. Végre. Még pont van időnk elültetni a hernyótök magokat. Ebben egészen biztos vagy. Hilda válasz helyett elővette a Manó Teve térképét. Mi azt hiszem, addig hazamegyünk. A Kuflik gyorsan búcsút vettek hát Hildáiktól is elindultak.
Zödön is mondani akart valamit, de hogy mit, azt már senki sem tudta meg. Ilyen még nem volt, az összes sütemény elfogyott. Sosem állsz be tokafába. Olyan vidám reggel volt, hogy az még az elhagyatott réten sem mindennapos. Fütyörésztek a füvek, vigyorogtak a virágok, kacaráztak a kukacok, heherésztek a hernyók, somolyogtak a sáskák, és így tovább, és így tovább. Pofánka és Valér egy kerektisztáson játszottak páros passzolgatót, még a többiek, nos, ők fent lustálkodtak a kufli kupac tetején. Most én jövök! Remek rúgás! Nevetgélt a fa ágai között egy pápa szemes nyíhónk. Nem szép, hogy gúnyolódsz! Most mászhatok be a labdáért! Szerintem neted ráncos tokafába bevászni olyan, mint kőbékától tudakolni a pontos időt. Kiszámíthatatlan. Össze-vissza beszélsz! Rántotta meg a vállát Pofánka, és beugrott az üregbe. Az odúban sötét volt, mint egy denevér orrában. Ha-ho! Ha-ho! Pofánka megkereste a zseblámpáját, és felkapcsolta. Aztán csodálkozva körülnézett. Hú, mekkora árnyékom van! Na! Ja, hova lett? Szia! Ha-ho! Ha-ho! Hé, aludni szeretnék! Bocsi! Mennyi minden potyog bele egy ilyen üregbe? De érdekes árnyék! Szerbusz! Hú! Te ki vagy? Sikkantotta ilyetten Pofánka. Az adomám hokája, angyalom! Válaszolta az ismeretlen. Inkább olyan cickány félének nézel ki. Vannak cickány szerint a mókák is, te drága. A labdámért jöttem. Terelte másra a szót Pofánka, és kiemelte a kacatok közül a gumófocit. És akkor most megyek is vissza labdázni a barátommal. Azon csodálkoznék, aranyom. Ez egy ráncos tokafa. Innen sosem juthatsz vissza. Ugyan mondom. Vagyis ugyanoda talán, igen? De sosem ugyanakkor. Most viccelsz? Az efféle odunkban másképp múlik az idő. Egyszer így, egyszer úgy, te drága. Ezt nem értem. Na viszlát, én megyek, mondta Pofánka, és kiugrott az odunkból. Odakint körülnézett. Valami furcsa volt. Nem is valami, hanem minden. Hát te meg ki vagy? Pillantott le a fáról a pápa szemes nyihók. Nem emlékszel? Az előbb másztam be ide a labdámért. Vagy úgy. Nem tudod, hová tűnt a barátom? Hogy tudnék bármit is valakinek a barátjáról, akit most látok először? Jó, kérdezek mást. Sóhajtott Pofánka. Hogy lett itt hirtelen ilyen hideg? Az előbb még nyár volt. Na igen. Csak közben bent voltál az odúban. Hiába, ott mindig összekuszálódik az idő, és aki belemászik, az késni vagy sietni kezd. Vagyis most valamikor azelőtt van, hogy Valérral elindultunk labdázni? Lehet, esetleg. Azután, ha fene tudja, én a helyedben visszamásznék aztán újra ki. Hát, ha akkor pont jókor leszel itt. Már is itt vagy, tündérke. Nem vicces. Inkább mondd meg, hogyan tudok pont jókor visszamenni a rétre? Azt sosem lehet előre tudni, angyalom. Próbálkozni kell, próbálkozni. Közi! Mondta mérgesen Pofánka, azzal ismét kiugrott az üregből. Hát ez nem sikerült! Még rosszabb! Jó!
Ez ismerős, de mégsem az. Nézd körül, pofák! Hát, ha fent... Ez sem hasonlít arra a délutánra. Még egyszer megpróbálom, aztán feladom. Sosem szabad feladni, kedveském. Sosem. Végre! Ugrott fel Valér a fatövéből. Már attól féltem, soha többé nem jössz ki onnan. Én is azt hittem, pihegte pofánka, és úgy bámult a barátjára, mintha álmodna. Valami furcsa van rajtam. Az a furcsa, hogy itt vagy. Sóhajtotta, és Valér nyakába borult. Nincs ebben semmi különös. Akármeddig várnék rád, ha kell. Jaj, Valér, az akármeddig elég furcsán néz ki egy tokafa odúból nézve. Azzal gyorsan barátja kezébe nyomta a gumófocit. Folytassuk inkább a passzolgatást! Mondta, és felugrottak a fűből. Csak távolabb a fától, ha kérhetem. Szólt rájuk a pápa szemes nyihók. Aztán látva, hogy a két kufli rá sem hederít, megvonta a vállát, és előhalászott a táskájából egy újabb szalámis szendvicset. Hát ezt nem hiszem el. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején Zödör. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat élni máskor. És lehettünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titusz. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló, ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt! Mondta Titusz, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsok! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappangya fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabogyók, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőríze van. Dünnyögte Titusz tele szája. Titusz, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is Fityirc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tettek. Gyereke, csak nem szőrbogyót emédeltetek, ha-ha-ha-ha! Ennyire látszik. Gyakran megesik talánta. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rám érgesen pofánka. Akár hármat is, ha-ha-ha-ha!
A szőr melegít a hidegben. Jelmezbalban lehettek, márvá család! Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak! De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medrének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem. Erre is van megoldás. Háromféle is. Megvárjátok a tavaszi vedlést, kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét. Én a másodikat választanám. Remé, a kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kuntyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom, ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Uha! Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szörtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle, gerd. A kuflik és a vándorkaktusz. Második rész. Jöttek-mentek a percek, boroszkáltak az órák, száguldottak a felhők szélsebesen. Akár meddig boldogan elidőznék nálatok, de folytatnom kell az utam. Vár a nagyvilág! De hát még csak ma jöttél. Hiába, zsiborog a tüskeimben, ha mehetnek. Milyen kár. Olyan jókat kirándultunk együtt. Felejthetetlen séták voltak. Udvariaskodott a kaktusz. Hogy tényleg felejthetetlen legyen az együtt töltött idő, ma este tartsunk egy pazar, búcsünnepséget. De jó, még sosem csináltunk olyat. Egyszer mindent el kell kezdeni. A kuflik kiosztották egymás közt a feladatokat. Titus vállalta a főzést. Valér azt, hogy Szörpnek való gyümölcsöt hoz a rétről. Zödön, hogy a tűzrakáshoz gyűjt száraz ágakat, Pofánka magára vállalta a kupac feldíszítését, Hilda és Bélabá azt, hogy búcsú ajándékot készít a kaktusznak. Fityirc pedig, ő megígérte, hogy majd egész nap távol tartja a hófelhőket. Biztos, hogy ő havazás fenyeget? Sosem lehet tudni. Bármikor ide vetődhet egy eltévedt hófelhő? Vagy egy olyan, amelyik nem ismeri a naptárat? Mondta Fityirc. Csak a vándorkaktusz és a beszélő fatuskó maradt ott a kupac tetején. Csend borult a tájra, mint egy vattával teli kalap. Ah, 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 ah.
Szívesen veled mennék. Adja már! Örülj, hogy ilyen kellemes otthonra találtál. Jó vagy, nem mondom. Nagyon hiányzik nekem az erdő. Régen sudarfa voltam a távoli brengetekben. Mi az a brengeteg? Beszélő rengeteg, csak rövidítve. Ott minden fa tudott beszélni. Én talán még az átlagnál is többet. Aztán jött a fafágó, s véget fetett az egésznek. Fafágó? Erősen pozsá volt, azért hívták így. Aztán bosszúból kivágta az egész erdőt. Csicsak, írtás lett a brengetekből. Néma írtás, csak brövidítve. Pontosan vág az eszem. Szóval, valád mehetek. Semmi akadálya. Én is sóvárgok az erdő után. Nem fognak hiányozni majd a barátaitok. Nagyon is. De az erdő utáni vágyakozás. Mindennél erősebb. A búcsünnepségre néhány rétlakó is eljött, hogy búcsút vegyen a vándorkaktusztól. Bár az is lehet, hogy csak a büfé miatt. A kuflik gondoskodtak róla, hogy minden nagyon ünnepélyes legyen. Béla bá még beszéddel is készült. Hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt publikum! Egy nagyon kedves baráttól búcsúzunk ma este. Arutól. Ezt meg hogy érted? Az a helyzet, hogy én és Mohamanyi elmegyünk vele. De hát miért? Nagyon hiányzik nekünk az erdő. Hanvágyunk van. Hát. Hümmögtek a kuflik szomorúan, de megértően. Az a fontos, hogy mindig tudjuk, merre tovább. Erről eszükbe jutott az ajánló. Egy zsebeltévedés, gátló. Mindig erre vágytam, csak nem tudtam róla. Mondta meghatottan a vándorkaktusz. Kicsit rázós lesz, de mit várjuk egy fapados járattól? Fél fejjel, barátod. Biztos találkozunk még. Vagy igen, vagy nem. Sóhajtott a pofánka, és egy-egy vadmarcipán magot adott barátainak. Ha elültetitek, a bokrokról majd mindig emlékezni fogtok ránk. A kuflik odafentről nézték, ahogy a vándorkaktusz leereszkedik a kupac oldalán, aztán bőröngyét és a rákötözött fatuskót maga után húzva, elindult a látóhatárt petyező kócos bokrok között. Áj, de szomorú volt ez a rész! Egy zacskó izé Titusnak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika. Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityirc. Nem, rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityirc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van, akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt, mondta Valér.
Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel. Van időnk kitalálni, hogy mit adjunk neki? Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az eféléknek. Tadán, ha mindenki körülnézne otthon. Hát, ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is. Nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. 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 Egy bigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami. Ingatta a fejét Fityérc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányburiga, mondta pofánka. Annak épp ilyen a magja. A sárkányburiga vérmes medvék lakta zord vidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányburiga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta Zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uzmarás rozmárfa bogyója lehet. Pillantott a zacskóba Fityérc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom. Rázta fejét Zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy! Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titusz tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliomot, Valér egy kazal cakkosnáspángot, Béla bá pedig egy egész bokornyi macskapertlit. Ja, és Fityírc töptő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusznak, újságolt a barátainak pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titusz, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból. Éjjel, Titusz, éjjel! Kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtotta át az ajándékot Hilda és pofánka. Titusz izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokornak! Az meg miféle növény? Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákos rétes lenne, akkor mákos rétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titusz. Pont 7 darab van az acskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titusz. Tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titusz, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta az acskót. Majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak tortaevés után, jó? Jegyezte meg halkan Zödön. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsak bokor, csak a mesékben létezik. Dünnyögte teleszájjal Valér. Mondta csámcsogva Béla bá, ami épp úgy jelenthetett igen, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rákcsálás, zörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok. Ne
beszerzése. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik kufliné lehet?